A hazai pálya ellenére sem a sárga mezes PK-je volt az esélyes, a második helyen álló piros mezes Miskolc elleni fellépésen. Már csak azért sem, mivel az őszi odavágón 13 gólos borsodi győzelem született, s a tabellán is 11 pont volt a két csapat között a különbség. Ehhez képest nekirontott ellenfelének a kóti legénység, amely bátor támadó játékával alaposan meg is lepte ellenfelét. Olyannyira, hogy az első félidőben folyamatosan a miénk vezettek 1-2 góllal. A szünetben 17-16 volt ide, ami a tabella ismeretében mindenképpen meglepetésnek számított, ám ez a vezetés a játékot látva teljesen megérdemelt volt. Fordulás után aztán védekezésben és támadásban is váltottak a pirosak. A miénk támadásainál Berez Dénest és Máté Norbit egyaránt kivették a játékból, s mivel az első játékrészben zömmel ők szórták meg a vendégeket, ez igencsak hatékony húzásnak bizonyult. Támadásban pedig a kapust lehozva folyamatosan létszámfölényben játszottak. E két taktikai húzás az eredményen is rögtön meglátszott. Pár perc alatt fordult a kocka, s ettől kezdve már a miénk rohantak az eredmény után. Eleinte még megvoltak a lehetőségek a versenyben maradáshoz, ám ahogy teltek a percek, egyre inkább kiütközött a fiúkon a fáradtság, ami magával hozta a koncentráció hiányt is. Egyre több zicser maradt ki, ami végül döntőnek bizonyult. Ám még így is abszolút vállalható 36-32 arányú, mindössze 4 gólos vereség lett a vége. Jó kis hajtós, színvonalas meccs volt, amelynek végén emelt hővel vonulhatott le a pályáról a kóti alakulat.